annak együtt meg a hipnoterápiával. Én néhány évvel ezelőtt egy forgatáson már kerültem hipnózisba, és el kell, hogy mondjam, nem csak hogy kellemes, de nagyon hasznos dolog volt, mert olyan gyerekkori emlékeket hozott felszínre, amelyek később aztán problémát okoztak volna. Mit tehet az ember annak érdekében, hogy kevesebb félelem legyen az életében? Félelem végigkíséri az életünket. Van egy reális félelem, és van egy beképzelt félelem. Reális félelem például a háborútól való félelem, hogyha ténylegesen ott a háború, vagy egy földrengés, vagy egy katasztrófa. Az emberek azonban nagyon sok mindentől félnek, gyakorlatilag nincs olyan dolog, amitől ne félnének. Ez egy gondolat, ami érzéseket hordoz és információkat, és ugye van egy tudatunk, és van egy tudatalattink. És a tudatalatti ezeket az információkat, ezeket az érzéseket elraktározza, és ezek a negatív érzések generációról generációra mehetnek. Ha a félelem kevesebb az életünkben, akkor az az egészségi állapotunk javulásával is járhat? Orvosilag bebizonyított, hogy a félelem hatására a szervezet immunrendszere gyengül, betegség iránti ellenállása elveszik, tehát könnyebben kapnak fertőzést, megfázást, náthát, így reagál a szervezetünk. Hogyan tudhatjuk meg, hogy mik pontosan azok, amitől félünk? Nagyon sokan nem is tudják, hogy félnek. Éber állapotban az ember nem veszi tudomásul, mert ez az érzés hozzátartozik. Hipnózisban az embereknek nincsen félelmük, mert a figyelem más irányba terelődik. És ki az, akinél alkalmazható a hipnózis? A hipnózis mindenkinél alkalmazható. Nagyon sokan félnek a hipnózisnál, hú, mi fog történni. Viszont a hipnózis egy csodálatos állapot, és az irodalomban az áll, hogy aki aludni tud, az hipnotizálható. Tehát az emberek tudnak aludni, tehát mindenki hipnotizálható, viszont van olyan, aki nehezebben adja föl a kontrollt, de megvannak a technikák, hogy hogyan lehet elvinni valakit hipnózisba, természetesen a kliensnek az együttműködése is szükséges. Ha valaki hipnózisban megszabadul a félelmeitől, akkor a hétköznapi életben is tudja befolyásolni a gondolatait pozitívabban? Ha valóban az a szándéka, hogy megszabaduljon ettől a tehertől, akkor önhipnotikus állapotban a céljára koncentrál, és a tudatalatti nagyon rövid időn belül véghez viszi ezt, megvalósítja a célját. És ezeken kívül mi mindenre jó még a hipnózis? A hipnózis felhasználási területe nagyon széles. A sima relaxációtól kezdve kócsolás, tanulási nehézség, szociális fóbia, mindenféle fóbia megszüntetésére alkalmas a hipnózis.